két nagy részre lehetne bontani az iskolai fejlesztési beruházásokat. Az egyik az önkormányzat segítségével, a másik pedig a szülők segítségével létrejött beruházások. Összeg volumenében és nagyságában az önkormányzat beruházás volt a lényegesen nagyobb, hiszen az iskola teljes világítás korszerűsítése immáron megtörtént. Valamennyi termünkben, osztálytermünkben és a folyosókon új korszerű, energiatakarékos világító berendezések kerültek felszerelésre. A másik pedig a szülők által kezdeményezett, illetve a szülői felajánlásokból sikerült a számítástechnika termünkhöz újabb gépeket vásárolni, amelyek hát a fejlesztő pedagógusunk munkáját segítik majd az elkövetkezendő időkben, hiszen köztudott, hogy egyre több munkája van a fejlesztő pedagógusnak és a gyógypedagógusnak is az ország, és nem csak Bábolna, hanem az ország valamennyi általános iskolájában. Szeretném megköszönni azoknak a munkáját, akik ebben az egész fejlesztési projektben tevékenyen részt vettek, és megkérem majd a segédeimet, hogy fáradjanak ide. Dr. Horváth Klára polgármester asszonynak, akinek igen nagy érdemei vannak abban, hogy ilyen sok pénzt áldoznak az iskolánkra. Úgyhogy köszönjük szépen, és add át egy szíves Klára nénének. Köszönöm. Bakó Ádám úrnak, úgy látom, hogy ő nincs itt, és Németh József úrnak, akik a kivitelezői voltak a világítás korszerűsítésének, nekik majd eljöttek. Mészárosné Domján Hajnalkának, az iskola szép oszlopos tagjának és vezetőjének. Köszönjük szépen a segítséget. Újabb ő következik. Szűzné Heges Zsuzsa úrhölgynek, aki szintén Oroszlányos vállal az iskola. Nincs annyi fiunk, a fiúknak kellett volna átadni, de egy szem legényünk van, úgyhogy ismét egy hölgy következik. Csillagné Mészáros Anita nincs itt, neki is eljutatjuk majd, tehát neki is köszönjük a segítséget. Kis Sándor úr szintén nincs itt, és Csillag József úr szintén nincs itt, de ők is meg fogják kapni. Tehát, amit az előbb mondtam, hogy hölgyek jobban aktivizálják magukat az ilyen dolgokban, az beteljesedett és bebizonyosodott. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a segítségüket, és hát hadd invitáljam önöket egy pohárka pezsgő elfogyasztására, helyi sütésű pogácsa elfogyasztására, és erre a pár percre érezzék jól magukat, és még egyszer köszönjük szépen. A Komárom-Esztergom megyei önkormányzat minden évben pályázatot ír ki iskolák részére, általános és középiskolák részére. Most sporteszközökre lehetett pályázni, ezt nekünk sikerült megnyerni. 360 ezer forint volt a pályázati összeg, amit mi elnyertünk, ebből 140 ezer, illetve emellé 140 ezer forint önrészt kellett biztosítani. Ezekből az eszközökből az atlétikához, illetve a labdajátékokhoz szükséges sporteszközöket tudtuk megvásárolni a gyerekeink nagy örömére, hiszen amint láthatták, a floorball kapu, az ütők és a labdák hiányciknek számítottak az iskolákban, a gyerekek viszont egyre szívesebben játszanak, mondjuk akár a floorballal, vagy hát a labdákkal. Évről évre összeállítjuk azokat a fejlesztési és beruházási célkitűzéseinket, tervünket, amit az önkormányzat felé jelzünk. Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb, ha nem is fontossági sorrendben mondom, a legfontosabb az elmaradt, a felújításban elmaradt osztálytermek padlózatának és a bútorzatának a cseréje. Ez nagyon fontos dolog. A másik kiemelkedő beruházás pedig a számítógépes teremnek a korszerűsítése lenne, hiszen amint említettem a beszédben is, hogy nem csak az iskolás gyerekekre gondolunk, hanem szeretnénk nyitni a város lakossága felé, és esetleges felnőtt képzésben is valamilyen módon részt venni úgy, hogy a törvényi hátterét megkeressük az ilyen jellegű képzéseknek.